10.000 forint, 100.000 forint, 1 millió forint, 10 millió forint, srácok! Ma egyszerűen óriásit fogunk nyerni, előre érzem! Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok és köszöntök mindenkit a mai videóban. Talán már az 5. résznél tartunk, megint vettem 10.000 forintért 10 darab sorsegyet, ezúttal egész pontosan az aranybányát. Tudjátok ez hogyan működik, lekaparjuk, megnézzük, mennyit fogunk rajta nyerni, és a végén pedig akkor összegezzük, hogy pontosan hogyan állunk ugye a ranglétrán. Eddig a leginkább a bukszával tudtam ugye profitot hozni, hát az se profit volt, egyszerűen csak kevesebbet buktam, ennyire egyszerű. 1000-től egészen 50 millióig mehetünk. Szerintem célozzuk meg az 50 milliót, és kezdhetjük is. Megérkezett akkor az 50 forintosunk, és ezzel fogunk most kaparni. A hordóban érzem most egyébként az igazságot, ha 3 azonos összeget talál ön nyert, keressünk akkor 3 azonos összeget, és nyerjünk 1 millió már is, 3000. Wow, ez így eléggé gyors volt. Ugye lekapartuk a két betűt, és az pedig különböző volt. Ilyenkor ugye automatikusan vesztett ez a sorsjegy, és egyébként itt 3000-ből már 2 is volt, 1 millióból is 2 volt. És hát, na jó, ezt igazából fölösleges tovább kaparni, mert azonnal tudjuk is, hogy vesztettünk, úgyhogy kösz szépen, ez így legalább gyorsan sikerült akkor. Mehetünk is a következőre, egyébként csak elmondanám nektek srácok, hogy ezt már legalább, vagy nem is tudom hány hete akarom megcsinálni ezt az aranybányás kiadást, és eddig ahol voltam, amúgy 50 millió és 1 millió van eddig itt, csak úgy megjegyezném, hogy nem szórakozunk. Eddig az összes lottózó, ahol voltam, ott nem tudtak nekem adni. Hú, 250 millió, 2-1 millió. Srácok, ezt a sorsját most a végére hagyjuk. Vagy 1 milliót, vagy 50 milliót, vagy nullát nyerhetünk ezen a sorsjegyen. Én most nagyon-nagyon érzek meg, tehát most konkrétan telihold volt nemrég, rá vagyok hangulódva, fodrásznál is voltam, egyetemről jöttem, most minden összeállt, aminek csak össze kell állni, a srácok, ez most félreteszem. Jól látjátok ugye, hogy mit lehet rajta nyerni. Csapjatok egy lájkot már most, és aki csap egy lájkot, annak megköszönöm, mert ahány lájk lesz ezen a videón, annyi forintot fogunk nyerni, úgyhogy srácok, hogyha láttam, hogy 50 millió lájk van ezen a videón, akkor garantált 50 millió forintot fogunk nyerni. És amúgy csak megjegyezném, hogyha egyszer majd tényleg beugrik egy nagyobb nyeremény esetleg, mert pedig igazából csak időkérdése szerintem, akkor abból mindenféleképpen fogok majd kisorsolni köztetek. Ennyi. 3000 forintos, akkor már nyertünk is, ugye? Lehet itt amúgy többet is, azért tovább kaparom, hogy ez hogy működik, nem nagyon ismerem. Nem, de 3000 forintos. 1, 2, 3. Gondoltam, segítek megszámolni. Oké, akkor az árát már visszahoztad, egyébként lehet akár több helyen is nyerni, úgyhogy akkor menjünk is tovább, és nézzük meg, hogy jelen esetleg még miért annyira bén ez az 50-es. Itt ugye meg kell keresni ezt a pénzes zsákot, úgy látom, hogy csak egy darabikon van, úgyhogy ez itt nem jött össze. Itt a kincs betűit kell összerakni. 5000 forint, hát ez nem jó, ugye a V betű az már is nem stimmel. És amúgy lehet duplázni, és most, hogy eszem, nem biztos, hogy csak 1000 forintot nyertünk. Itt van egy duplázós ugye már, de egyébként itt még, hogyha három szimbólumot találunk, ugye ezek közül a szimbólumok közül, akkor annyi pénzt kapunk, amelyeket megtaláltuk. Milyen meglepő, úgyhogy igen, le is kapargatjuk. Azt figyeld! Hogy elhelyezték ide a három darab T betűt? Ugye ez itt jelzi azt, hogy nyertünk. Három darab T betű egymás alatt, egymás fölött. Hát. Ezért mondom, ma minden össze van állva. Az előző sorsjegyen szerintem tényleg milliós nyeremény lesz, úgyhogy srácok, ezt akartam elmondani. Kövessetek be engem Instagramon most azonnal, nem csak azért, mert visszakövetek és visszalájkolok azok közül, akik engem bekövetnek Instán, hanem azért is, mert ha egyszer majd tényleg nyerni fogunk, akkor lesz egy Insta nyereményjáték. Még nem tudom, hogy hogyan, de élőadásban majd valahogy megcsináljuk. Úgy látom, hogy ez itt akkor ugye nem jött össze. Vagy itt még van valahol ilyen cuccos? Nincsen, jó. De mindenből 2 volt, igen. És akkor most nézzük azt, hogy kétszerezi-e nekünk a nyereményt, vagy sem. Igen, kétszerezte nekünk a főnök. Ez azt jelenti akkor, hogy 2000 forint van ezen a sorsvényen, és eddig úgymond 3000-et kapartunk. Hát ugye az előzőt azt nem kapartuk végig, mert abba hatalmasat érzek. Úgyhogy tényleg a pénzenergia miatt csapjatok egy lájkot, kövessetek be engem Instán, nem akarok tényleg túl sokat promózni, de most nagyon-nagyon ráhangolódtam erre a videóra már végre. Nem is tudom, hogy már jó pár hete volt az utolsó rész. És hát nem azt mondom, hogy hiányzott, mert akkor olyan lenne, mintha függő lennék, de már egyre nehezebb volt anélkül levegőt vennem, hogy ne gondoljak a sorsügyekre. Jó, oké, 1000 forintos itt is még van. Hát, ami beugrik itt még egy, 4000, hát ő közel volt, ugye? Úgy látom, eddig egyik sem volt meg, viszont a Y már is felbukkant, úgyhogy reménykedjünk, hogy nem fogjuk megint lebuktatni előre. Itt akkor kérek egy ilyen pénzes zsákikont, kösz szépen, itt akkor a kincsbetűit kérem, kösz szépen, ez gyors volt. Egyébként csak azért nem kaparom itt végig, úgyhogy megnézitek, pontosan annyi betű van, mint ahány betű a kincshez kell is, hogyha már csak egy nem stimmel, akkor rögtön tudod, hogy vesztettél. Itt összesen mondjuk 2 stimmelt amúgy is, tehát ez így nem volt túlságosan közel. Nézzük akkor, hogy lesz-e 3 azonos szimbólum, talicska. Kesztyű, ho-ho-ho-ho, kalapács. Gyerekek, érzek én ebben még itt valamit. Kötél, kesztyű,
talicska. Hát mindenből kettő volt, nézzük, hogy duplázunk-e semmit, nem dupláztuk a semmit, akkor ez csak simán semmi. De azért megjegyzem tényleg, hogyha bárki észrevenne még bármit, amit én nem láttam, jó, ez így biztos, hogy vesztes. De ez mindig így van egyébként, ettől függet, hogyha bármit észrevesztek, amit én nem, akkor légy szíves, szóljatok, mert volt, hogy ti mentettetek meg engem, és konkrétan 1000 vagy 2000 forintot nyertem, amit észre se vettem, úgyhogy gyerekek, ezt tartsuk meg, ezt a jó szokást, mert akkor nem fogok kidobni nyertes sorsjegyeket. És amúgy csak megjegyzem közben, hogy persze ez nem egy buzdító videó, hogy mindenki mennyire sorsjegyezni, ez pontosan arról szól, hogy bemutassam nektek, hogy pontosan mennyire nem éri meg, mert ahogy tudjátok, eddig egyik részben sem nyertünk, úgyhogy ez... Ne, de közel volt! Mikor felcsillant az, hogy millió. Azt hittem, hogy megvan a harmadik egymilliós, hogy látjátok, itt egymás alatt nagyon szépen indultunk. Azt hittem most, hogy bezsebelünk egy milliós összeget. Abban már aztán tudtam a nyeremény játékot csinálni Instán, az fix. Úgy, gyerekek, ez úgy utána, amikor így beprenkelnek engem. Na mindegy, szóval igen, ez nem buzdítás, hanem reklámozás, nem is szponzorált meg semmi, és nyilvánvalóan. Egyszerűen csak letettem én, hogy nektek már ne kelljen. És hát így látjátok, hogy ja, ezek a sorsjegyek nem éppen a megélhetést szolgálják, legalábbis nem nekünk. Kötél, kesztyű, csizmót, egy L betű. Eddig ez még máshol nem volt, úgyhogy még lehet, hogy esélyes lesz. Jó, még egy kötél, ott egy Q betű, akkor ez biztos, hogy offos. Olyat amúgy lehet, hogy duplázzuk a vesztes sorsjegyet. Lehet, hogy ilyet nem lehet csinálni, mert ha mindegyiknél csak lekaparnám a bónuszt, és az mindenhol egyszeres lenne, akkor tudom, hogy vesztettem. Bár nem, mert nem kötelezően duplázza, úgyhogy ez fölösleges ezzel trükközni. Nézzük, térjük vissza a hordóhoz, nekem a hordó most tényleg nagyon-nagyon úgy érzem, hogy segíteni akar. 9000, 1000, 9000, 100000, 9000-t amúgy bedobhat. De várjál? Igen, itt egy Z betű, de az meg egyelőre nem jelent semmit. 50000, egy 9000-es dobjál már be főnök. Ott meg egy A betű. Megint belenyúltam véletlenül, megint látom, megint egy vesztett sorsjegy. Ugye akkor az előző részeket nem látta, hogyha a betűk különbözők, akkor tudod, hogy vesztett fel a sorsjegyen. Váó, még csak 10 perc vagyunk, és már szerintem lekapartuk több, mint a felét. Hú, hát ez most nagyon pörgős videó lesz, úgyhogy oké. Meglátjuk, hogy esetleg a pörgés azt hozza, hogy nyerünk egy hatalmasat. Ott egy A betű. Inkább nem a hordót kéne először lekaparni, mert ott mindig elrontom. Gyémánt, itt a kincset kérjük. S betű eddig jó, a K betű jó, a B már nem. Ide akkor kérek ikonokat, de nagyon béna ez a pénz, várjatok. Oké, okay, 10 forintosra folytatjuk, mert az előző az nagyon furán akart csak kaparni, meg széttépte kb. A sorsjegyet. Ott egy P betű. Jó, akkor ez ismét egy gyors vesztes sorsjegy volt. Jó, hát srácok, eddig ezen a videón 2000 forint jött vissza. Kezdek izgulni. Úgy érzem, nem csaptad meg azt a lájkot. Úgyhogy ez nekem gyanús, mert hogyha megcsaptad volna, akkor már biztosan nyertünk volna pénzenergiát, de bevonzuk. Millió. 8000. Kétszeres 50 millió már van. Itt van még valami, egy 8000. Itt van még valami. Ah! Nem hiszem el! Nem hiszem el, gyerekek! Ezt nem hiszem el, amikor tényleg kikaparsz két 50 milliót, elkezded kaparni, felbukkan a millió, és látod, hogy ez csak egy 1 milliós. És persze abból is csak a második. Váááá, gyerekek, ezt nem hiszem el! Egyfolytában megprenkelek minket, többet ilyet nem veszek, mindenből kettő van. Gyerekek! Amennyire jól látom ez az egészhez, lehet ez lesz az eddigi legrosszabb sors, amit kipróbáltunk. Úgyhogy kösz annak, aki mondta, hogy ezt próbáljuk ki. K betű. K-I. Ho-ho-ho, nyertünk ezen a csillés dolgon 1000 forintot, ami nem egy nagy dolog, de legalább az árát már visszahozta. Itt ugye tudom még duplázni, és itt pedig tudom még szerezni szimbólumokat is, hogyha minden igaz. Talicska. Talicska. Ott egy E betű. Jó, hát kettő talicska már van, kéne egy harmadik. Nem tudom, hogy ez pontosan mennyi pénzt jelent, de nincsen meg. Nézzük, hogy esetleg duplázzuk-e. Nem duplázok, akkor ez egy 1000 forintos sorsjegy volt. Váó, eddig 3000-be vagyunk, és már csak kettő van hátra, plusz ugye a második sors, ami lehet, hogy nyerni fogunk még rengeteg nagyot. Jó, hát gyerekek, én izgulok, én kezdem úgy érezni, hogy megint nagyon-nagyon sokat fogunk bukni. Amúgy meg a múltkor láttam, tegnap előtt, hogy van egy újfajta sors, egy 75 millió forintot lehet rajta nyerni. A nevét már elfelejtettem, de ha már valaki tudja, az írva nekem légy szíves kommentekbe. Szóval egy olyan érdekelne titeket kipróbálni egy vadi új sors, ilyet ugye belegondolsz. Ugye az aranybánya már megy, nem tudom, 10 éve. Valószínűleg már minden szériából ugye megnyerték a nagy pénzeket rajta. Viszont egy vadi új sorsjegyen lehet még nyerni akár 75 milliót is, vágod? De mennyire jó lenne, már belegondolsz? Fogom, kapargatom itt a videóba, aztán egyszer csak beugrik 75 millió forint. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy ez lesz a következő részben, hogyha valaki tudja a nevét, akkor az légy szíves írja meg annak a sorsjegynek. Mit szóltok majd ehhez, hogyha egy olyat elhozok? Jó, 2000, hát itt már csak 9000-essel nyerhetünk, hogyha jól látom.
az pedig nincsen, 50 milliót nagyon-nagyon durván szórja amúgy nekünk, de mindig csak kettőt. De egyébként úgy is tudjátok, hogy hogyan működik, kommentben meg tudjátok nekem írni azt, hogy milyen sors értélek legközelebb, én mindig azt veszem, amire a legtöbb szavazat érkezik. Úgyhogy mindenképp írjak kommentben tényleg, hogy melyik érdekelne téged. Én személy szerint az újra szavaznék, de úgyis rátok bízom. A kettő kötél, az mit csinál, ha három darab kötélbe ugrana? Az 5000 forintot jelentene, srácok. 5000 forintért, és azt még meg is tudnák akár duplázni, hogy 10.000 jöjjön ki, ugye? Itt a végén. Nem a szorzó, csak egyszeres. Nem baj, 5000 léci, dob már be nekem azt az ötöst. Nem hiszed el, se jön be. Oké, szorul a hurok. Hátra van még egy darab sorsjegy, és hátra van még ugye a második számú, ahol érzek egy nagy vint, de most már igazából kezdem azt érezni, hogy nem akarja ezt a mai napot. A csillagok állása, a felhők suhogása és a sors keze úgy irányítani, hogy nekünk az jó legyen. Szorzó, egyszeres, de hát az végül is nem jelent még semmit. Ott egy dupla V betű, ott van még egy kalapács és ott egy kötél. Jó, kettő kalapáccsal már itt igazából elindultunk. Kötélből is kettő van, talicska és közben látszik is, hogy vesztettünk. 3000 forintnál állunk? 3000 forintnál vagyunk? Gyerekek, ezen a videón szerintem nagyon-nagyon sokat fogok bukni, úgyhogy ez így nem igazán tetszik. Csináljuk akkor azt, hogy most visszajöttünk ide, ez maradt már csak ki. 2x1 millió és 2x50 millió. Ezt hagytam direkt a végére. Nézzük meg, hogy tényleg a többi esetleg itt csinál-e valami nagy megváltást. Tudom, itt egyet csak lekaparunk. Itt egyet lekaparunk, 8000. Oké, már csak egy van hátra. Itt van még egy összeg. Hogyha gyerekek az 50 millió vagy 1 millió lesz, akkor hatalmasat fogunk nyerni. Egy darab összegen múlik már csak, na jó. Na, először inkább körbe kaparom itt a többit, hogy izgalmas legyen számomra is, mert igazából mindig így szoktam ezt játszani. Aha, jó, hát ez nagyon közel volt, ez épp hogy csak kettő betűre volt. Jó, és akkor ezt még itt lekaparjuk, és aztán még visszatérünk oda a millióshoz. Amúgy megmondom őszintén, hogy nem merem már elhinni azt, hogy tényleg be tud nekünk adni egy ilyet. Valamiért nem tudom ezt elhinni. Hát így meg aztán följelem, hogy már látom is, hogy ott van egy izé. Minden lesz itt 8000 forint ezt az utolsó összeg? Tudtam, így úgy gyerekek lottóznom kéne inkább, ezek után inkább lottóznom kéne. Úgyhogy akkor összegezzük is a mai videót. Kimondhatjuk azt, hogy hatalmas nagy bukó, hogy nem érte meg, és ahelyett, hogy aranybánya, inkább nagyon trágya. Rímester azért itt van gyerekek, hogyha más nem. Minden pénzemet elvették tőlem ugyan, de a humoromat azt sosem fogják tudni. Mert az nincs is. Úgyhogy srácok, köszönjük, hogy itt voltatok velem. Az fix, hogy ez eddig a legrosszabb sorsjegy volt, amit kipróbáltunk. Úgyhogy ha valaki esetleg 18 év fölött lenne, és úgy gondolja, hogy van fölösleges pénz, amit el akar játszani, akkor azt ne az aranybányán tegye meg, mert nagyon-nagyon sokat fog rajta bukni. 7000 forinton bánta, de legalább a tanulságot levonhatjuk. Nem éri meg sorsjegyezni. Hogyha viszont mégis kedvet támad hozzá, és 18 fölött vagy, akkor inkább a bukszát válasz, mert eddig az áll első helyen, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy tényleg köszönöm a figyelmes kacok, össze fogok majd rakni a lejátszás listát direkt ennek a sorozatnak, itt lesz majd a jobb felső sarokban valahol. Meg tudjátok majd nézni az előző részeket, kommentben pedig meg tudjátok írni, hogy legyen a következő sors, egy 3000 like után folytatás. Addig is, sziasztok!